Hallját a gyerekek, ez nagyon durva, hogy Dézsából ömlik az eső. Oda néz. Egy picit. Nem tudom, én nem hoztam magammal a csónakot. De ömlik, ömlik. Most már egész jól kivilágosodott. Az előbb gyerekek olyan sötét volt, mintha tényleg teljes napfogyatkozás lenne. És körülbelül úgy szakadt az eső, mint a Dézsából öntötték volna. Igazából annyira meglepődtem, hogy váratlanul ért az egész, hogy csak gyorsan felkaptam a kamerát és csináltam pár videót. Úgyhogy megörökítettem ezt a pár perces felhőszakadást. És hány fokról csökkent, de hány fok, 10 perc alatt, vagy 10 perc alatt 3 fokot csökkent, ide ment a hőmérséklet. Oké, kezdődjön akkor a nap, egy kis frissítéssel. De kellett volna tusoljak kint az esőbe. Szia! Te mit csinálsz? Összecsuktad a záványt, hogy mi lesz? Ha? Ahogy ígértem nektek a tegnapi vlogba, most újra sorsolom a fidget spinnernek a nyertesét, méghozzá az aranyszínű fidget spinnernek, mert a kéket azt átvették, azt elküldtem. Viszont az aranyszínű spinnerért nem jelentkezett a nyertese, és tegnap volt a határidő, úgyhogy nincs más mit tenni, mint újra sorsolom. Szóval itt a... beillesztem tehát az URL címet, a videónak az URL címét, ezt megcsinálja a kalkulációt, és erre a gombra, hogyha rákattintok, akkor meglátjuk, hogy ki nyerte az aranyszínű fidget spinnert másodszor. Szóval kész vagytok? 3, 2, 1, és gratulálok! Gratulálok Bogota Attilának! Ati, hogyha nézed a vlogot, akkor léci, szólj vissza, itt van alól az e-mail címem, írd meg léci a címedet, hogy hova küldhetem neked az aranyszínű fidget spinnert. Gratulálok! Természetesen, hogyha Attila se fog jelentkezni a jövő hét szerdáig, akkor újra ki fogom húzni. De remélem, hogy jelentkezni fog, és el tudom küldeni neki a fidget spinnert. Már benne van a bubis borítékba, csak fel kell címeznem, és postára kell adjam. Hát, sajnos nem mondhatom azt, hogy hűlt helye az esőnek, mert igazából nem hagyott maga után hűvöset, ugyanolyan meleg van, mint előtte volt, sőt, még melegebb, ugye közeledünk a délutánhoz, de most gyorsan el kell menjek levágatni a hajamat. Később jövök. Szóval a mai napi teendőink közül egyet már kipipálhatunk, az volt a fodrász. Délután még el kell menjek feltölteni a bömbin a légkondit, ugyanis már meleget, már odáig ott tartunk, hogy már fűt, nem hogy hűt. Úgyhogy ezt is fel kell tölteni. Itt vagyok a szerelőnél, most fogják feltölteni a klímát. És kiderült, hogy nem teljesen üres az egész, hanem csak rá kell tölteni. Ez a jobbik eset. Egyébként az, amit most rácsavarsz, az micsoda? Ez a nagy másik csatlakozó. De ott megy be a gáz, vagy ott az mi? Hát itt figyelő, hogy mekkora a nyomás. Inkább ezzel megy a kis nyomású. Ha, átmegyek a másik oldalra. Talulunk egy kicsit. És ebben a gépben be kell állítani, hogy minél, hogy mennyit kell bele rakni? Igen. Meg ez figyelő, hogy ekkor átadni. És azt honnan lehet tudni, hogy mikor van kész? Ja, mert figyeli ugye a nyomást is? Hát igen, én figyelem a nyomást, meg figyelem a hőmérsékletet. Ha. Figyelem a hőmérsékletet, nyomás, akkor fordul. Hát már megy lefele. 13-2, 13-1. Aha. Ez az a levegő, amit most befúj a légtérbe, igaz? 10 alatt vagyunk, akkor már. És most közben töltődik? Megy a... Nem. Ja, csak most töltöttél valamennyit? Nem, és akkor most
Most a rendszer fölkap. Aha. Végig a végén nem lesz melegem hazafele úton. Itt van bent egy kis hőmérőcske. Ott az egy hőmérőcske, ami figyeli a belső hőmérsékletet, tehát azt a levegőt, amit kifúj a légkondi, és hogyha az 10 alá megy, akkor hibátlan is. Ha most jól látom, akkor már 9,7. Már kevesebb, mint 6 fokos levegő van oda bent. A kinti 32 fokhoz képest. Ho-ho-ho. Fú, a gyerekek, itt nagy kabátba kell lenni, és az a helyzet, hogy nem hoztam magammal nagy kabátot, de még esernyőt sem, mert úgy néz ki, hogy már megint elkezdett pöltyörögni az eső. Hát van itt minden. A kocsiban itt tél van, odakint trópusi esőzések, tiszta káosz ez az időjárás. Fel nem tudjátok fogni, hogy én mennyire örülök annak, hogy most meg lett töltve ez a klíma. Visszajött a vezetési élvezet, érted? Hú! Hát én majdnem el is felejtettem, hogy milyen nap van ma. Ma van június 29-e, a Péterek és a Páloknak a névnapja. Kedves Péterek és Pálok, ezúton szeretnék nektek boldog névnapot kívánni. Sokan erről a napról, a június 29-éről csak annyit tudunk, hogy a Péterek és a Pálok ünneplik a névnapjukat, de ettől sokkal, de sokkal többről van itt szó. Menjünk vissza egészen a régi Krisztus előtti, illetve Krisztus kori időponthoz. A hagyományok szerint ugye volt Péter és Pál, ők mind a ketten apostolok voltak. Mind a két személyt ugyanazon a napon, bár különböző évben végezték ki, úgymond vértanúi halált haltak. Pétert keresztre feszítették ugyanúgy, ahogy Jézust tették, csak neki külön kérése volt az, hogy fejjel lefele feszítsék a keresztre. Pált pedig lefejezték. Hát nem tudom, hogy melyiküknek volt rosszabb a halála, ebben nem menjünk bele. Maradjunk annyiból, hogy egyik se volt kellemes. Itt nálunk Magyarországon pedig az aratásnak a kezdetét jelenti a június 29-e, hiszen a régi időkben ez idő tájt érett meg a búza az aratásra. Régebben az aratás és a munkák után ünnepeltek, és ahogy telt az idő, szépen lassan ez az ünneplés előrébb került, mint a maga a munka, az aratás. Itt még egyszer a Péter és a Páloknak szeretnék boldog névnapot kívánni. Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy néztétek a mai vlogot is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Úgy néz ki, hogy a hétvége további várakozásokkal fog telni. Pedig már azt hittem, hogy meg fog érkezni az, aminek meg kell érkezzen a hétvégén, de sajnos úgy néz ki, hogy nem fog, úgyhogy ez átolódik a jövő hét hétfőre, vagy a hét elejére, remélem. Találkozunk holnap. Sziasztok!